legyen. A magyar kormány nevében és megbízásából. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy önökhöz szólhatok, és azonnal kérem a megbocsátásukat is, hogy a vitában részt venni nem tudok érteni, főleg is az államtitkár kollégámnak kell majd rendelkezésükre állni a tekintettel arról, hogy a következő évtized legnagyobb magyar beruházása miatt, a paksi atomerőmű kapacitás megtartása miatt, ami egy 12 milliárd eurós beruházás és jó néhány építészeti probléma megoldását is meg kell valósítanom, hogy kell Brüsszelbe menjek. Azt remélem, hogy a mai napon ennek a beruházásnak az előkészítésével kapcsolatos brüsszeli engedélyezési eljárás végére érünk. Elnök úrral azonban abban maradtunk, hogy mielőtt elmegyek, mindenféleképpen tiszteletemet teszem a kamara küldőgyűlésért, és eleget teszek annak az elvárásnak és fölkérésnek, hogy a kamarai küldőgyűlés tagjaihoz szólhassak. Részben jó néhány ismerőssel is találkozhatom itt, tekintettel arra, hogy az elmúlt esztendőben a miniszterelnökség kezdeményezésére területi találkozások jöttek létre. Több helyszínen is szerettünk volna a magyar építész társadalom tagjaival találkozni, és a magyar építész társadalom tagjait egy vitára invitálni. Ez a fórum sorozat 2016-ban is folytatódik, hiszen Kecskeméten és Székesfehérváron már területi gyűléseket tartottunk. Tavaly 500 építész kollégával volt alkalmunk találkozni. Ezt a konzultációt, ezt az együttműködést és ezeket a vitákat, ezeket a teljesen konstruktív vitákat szeretném folytatni az idei esztendőben is, bízva abban, hogy a jogalkotásban, a tervezésben, a köz elképzelésében érdemi szerepe van annak, amit önök gondolnak, és hozzá is tudnak járulni ahhoz, ami a mi elképzelésünk, munkánk, törvényalkotói, jogalkotói tevékenységünk, és nyilván nem független a végrehajtó hatalom tevékenységétől sem. Itt néhány dolgot szeretnék aláhúzni, tekintettel arra, hogy ezeken a területi vitákon az általam elmondottak vitára bocsátásra kerülnek, és kapunk hideget és meleget is, és nagyon komoly diskurzív műfajjá alakulnak ezek a találkozások, ezért ennek a folytatásával reménykedve most, ha megengedik, nem kitérek a vita elől, hanem javaslom annak az elhalasztását, szívesen jövök el egy rendkívüli közgyűlésre, vagy akár a budapesti építészek számára az idén is tartottunk egy nagy összejövetelt annak érdekében, hogy megbeszéljük az aktuális ügyeket. Most néhány irányt szeretnék terveinkkel kapcsolatban a figyelmükbe ajánlani, és kiinduló pontnak nyilván azokat az eszmei elköteleződéseket tudom majd még egyszer aláhúzni, ami bennünket jellemez, és amely 2010-ben és 2014-ben elnyerte a választók többségének a támogatását. A mi kormányunkat több mindennel lehet jellemezni, de amire mi törekszünk, nyilván ennek az országnak a polgári berendezése, a polgári berendezkedése, és próbáljuk azt a korábban nagy támogatást élvezett, és azt gondolom, ma az ország számára kiemelten fontos polgári eszményt képviselni és megvalósítani, ami a polgári Magyarországban az akköré épített programban nyilvánulhat meg. Ezt azért húzom alá többször is, mert az építész társadalommal való találkozásból számos dolgot megtanultam, és az egyik pontosan az volt, hogy az építészek mindig jó szövetségesei, még akkor is, hogyha nem értenek egyet, és kritizálnak egy-egy döntést, vagy nem értenek egyet valamivel, mindig jó szövetségesei egy olyan kormánynak, ami nem csak működtetni akarja ezt az országot, hanem megváltoztatni, vagy építeni. Mert racionális, tisztafejű, higgadt, jó gondolkodású emberekkel találkoztam, és amikor én polgári Magyarországról beszélek, akkor a polgárok Magyarországáról is beszélek abban az értelemben, hogy a mai kormánynak kell lépéseket tenni annak érdekében, hogy klasszikus szakmák, azok kapják meg azt a társadalmi megbecsülést, amely évszázadon keresztül kiállt neki, és amely az elmúlt 20-30 esztendőben elsősorban a globális devalváció, társadalmi devalváció eredményeképpen nem kezelődik a helyén, nem kapja meg a tiszteletet és a megbecsülést. Tehát mi elsősorban arra vállalkozunk, hogy a polgári egzisztenciák számára lehetőséget teremtsünk és azt megerősíteni képesek legyünk. Azokat a kezdeményezéseket várom legjobban, amelyek természetesen a legnehezebbek. Hogyan lehet javítani a magyar építésztársadalom lehetőségeit, hogyan lehet javítani az építésztársadalom egzisztenciális helyzetét, vagy társadalmi megbecsülését. Ezért tartottam fontosnak a nagy szavak mellett az apró lépések politikáját, amikor az első találkozás Szegeden létrejött tavaly, akkor azzal szembesültem, hogy jó néhány építész kollega számára önmagában a kamarában való részvétel is problémát okoz, hiszen nincs megbízása, nincs megrendelése, nincs munkája, hogyan tudna a kamara aktív tagja lenni.
nincsenek meg a szükséges anyagi feltételek, amelyek a szabad alkotáshoz kellene, és hát a szabad alkotás, a szabadság, a szellemi szabadság nélkül nyilván, ami az anyagi alapokon alapszik, nem valósítható meg alkotó munka. Ezért javasoltam azt a kormánynak, hogy 15-ben, 16-ban, 17-ben és 18-ban, és amíg a mi mandátumunk van, minden megyei kamarával kössünk egy szerződést, támogassuk őket életre 5 millió forinttal, annak érdekében, hogy egy olyan közösségi élet jöjjön létre, ahol nem csak világossá válik az, hogy megéri kamarai tagnak lenni a hétköznapi világban, hanem egy olyan közösségi élet van, amely az összetartás, ami egy kamarán belül az egymás iránti szolidaritást, egy szakmán belül az egymás iránti elkötelezettséget erősíteni képes. Ennek az anyagi föltételeit készek vagyunk megteremteni nem csak a múltban, az idén, és a következő esztendőkben is. Ezt azt kérem, tekintettel a megyei küldöttek maga számától, azt kérem, hogy ezt használják ki, éljenek vele, mert azt gondolom, hogy a polgári szakmák szétforgácsolásának az egyik nagyon jó példája az, hogy viták, veszekedések, széthúzás, szakmai illojalitás kezd el jellemezni egy szakmát, nincs összetartás. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egy kamara alulról építkezzen, és meglegyen az együttműködés minden föltételen. Tehát ha polgári berendezkedésről, polgári Magyarországról beszélünk, akkor a mérnök társadalom belső kohézióját is erősíteni kell, és természetesen a mérnök boldogulásának a lehetőségét is meg kell adni. Mondhatnám azt, hogy a mérnök úr legyen újra mérnök úr, ami azt gondolom, hogy a magyar nyelvben jól leírható és értéktartalmat hordozó megjegyzés, de ennek nyilvánvalóan az egzisztenciális feltételeit is biztosítani kell. Én nagyon súlyos és a magyar országképre és a magyar valóságra súlyos és hátrányos folyamatnak tekintem, amikor a megbízó anyagi szempontjai a kivitelezőt erősítik folyamatosan, és a kivitelező és a megbízó közösen szorítja ki egy beruházásból és egy építkezésből az építész szakmát. Oda jutottunk 2014-re, hogy lassan az építész nem mehet oda arra az építkezésre, amit ő álmodott és ő tervezett. Ráadásul egyre jobban ér bennünket az a hatás, hogy a kivitelezőt kell megbízni, és majd ő talál egy építészt, és majd a kivitelező fogja bonyolítani az egész építkezést, ami meggyőződésem szerint teljességgel ellentétes a megbízó személyes, társadalmi, gazdasági, vagy eszmei elkötelezettségével és érdekeivel. Ezért nagyon szeretném a megbízó és az építész viszonyát erősíteni, a megbízó és az építész között a bizalmi viszonyt megvalósítani, és visszaszorítani azokat a törekvéseket, amely a kivitelezők, a nagy kivitelező vállalatok, a nagy multinacionális kivitelező vállalatok számára olyan lehetőségeket teremt, amely kárt okoz a beruházás szempontjából, vagy kárt okozhat a megbízó elképzeléseit, vagy az ország, vagy a nemzeti érdekek szempontjából. Ezért szeretnénk az építész szakma nem csak társadalmi presztízsét, hanem anyagi stabilitását is, akár szabályozással erősíteni. Mégiscsak magyarok vagyunk, ezért forradalmi nemzet végén folyamatosan követelünk valamit, és képesek vagyunk arra az intellektuális teljesítményre is, hogy amikor a követeléseink megvalósulnak, azokkal sem értünk egyet. Ilyen volt a tervezői művezetés bevezetése a 300 négyzetméter alatti lakóépületeknél, a kötelező tervezői művezetés, amit a miniszterelnökség, mikor megkapta az építésügyet, fölidéztem az elmúlt 20 év közbeszédjét, ami az építészet ügyét illeti, és folyamatos kamarai követelés volt 20 éven keresztül a kötelező tervezői művezetés, annak megvalósulása azonban készítette az építészek egy részét a folyamatos ellenállásra, ezért nagyon fontos, hogy diskurzív műfaj az építészet is, az építésügyről való gondolkodás is. És csak azért hoztam fel példaként, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Részben lehetőséget terem, részben tisztázza a felelősségi viszonyokat. Ennek a konkrét kibontására nyilván a kollégáim állnak a rendelkezésre, csak egy mintát akartam mutatni, hogy lehet az építés közösséget erősíteni, megyei szinten a működés feltételeit állami támogatással megvalósítani, lehetőséget teremteni. Mi természetesen az állam nem szól bele abba, hogy ezt a pénzt mire használják, ezt a kamara elnökségének és a kamara vezetésének kell eldöntenie, és az egyén számára pedig folyamatos lehetőséget teremteni úgy, hogy részben felelősséget merjen vállalni, részben valóban merje szellemi értelemben vezetni az építkezést, és segíteni tudja a megbízót, és a megbízó és az építész között jöjjön létre egy kohézió. Én várom azokat a kezdeményezéseket, amelyek az építész társadalmi megbecsülése mellett a stabilitását is készek és képesek elhozni. A kormány elkötelezett a szabályozás szintjén a nagy kivitelezői
érdekcsoportok visszaszorítására. Itt nagyon fontos lépésnek tekintem, mert az ördöme részletekben van, hogy a magyar szabályozás hogyan fog változni a következő időszakban. Tekintettel arra, hogy az építőiparnak, a gyártóknak olyan erős érdekérvényesítési képessége van, hogy ma számos szabványon tapasztalom azt, hogy ez nem azért készült el, hogy az országnak és az építőnek jó legyen, hanem azért készült el, hogy a tüzépesnek, a beszállítónak és a gyártónak jó legyen. Ezt fölül fogjuk vizsgálni, ami komoly érdekkonfliktust jelent, de még intellektuális értelemben az ország építésére kész képes és a környezet alakítására kész képes, és azért felelősséget vállalni tudó építésztársadalmat ebben szövetségesnek tekintjük. A polgári berendezkedés és a polgári elkötelezettség mellett, amit rólunk tudni illik, vagy amit mi magunkról gondolunk, az mégis valami értékkonzervativizmus, jó értelemben és nem retrográd avit értelemben, amihez az állammal kapcsolatos felfogás is hozzátársul. Mit gondolunk mi magunkat konzervatívnak vallok az államról, az állam szerepéről, például az építési területén. Én azt gondolom, hogy Magyarországra valami rejtélyes oknál fogva a túlszabályozás, a túlzott bürokrácia mindenféleképpen jellemző. Ez két problémát mindjárt kinyit. Az egyik az, hogy Magyarország versenyképessége súlyos 100 és 1000 milliárdok elköltése ellenére sem javult az elmúlt esztendőkben, ami nem független attól, hogy az ország túl bürokratizált, ezért meggyőződésem szerint a bürokrácia csökkentésben növekedési és versenyképességi előny is jeledzik. Ezt minden nemzetközi tanulmány biztosítja és dokumentálja, csak azt mondom, hogy a magyar állam a saját működésére a bevételek 30%-át költi, míg Németország 8%-ot, Csehország meg 13-15%-ot, akkor mindent elmondtam azzal, hogy milyen óriási bürokráciát és mennyi bürokratát tartunk föl, ami nyilván megnyilvánul a szabályozásban. Ezer és ezer szám születnek jogszabályok, amelyek befolyásolják akár az építész alkotó kezét. Itt az első néhány megbeszélés alkalmával tapasztaltam azt, amikor talált egy kollégáit és azt mondta, hogy mikor lesz az a világ, ami régen volt, hogy az építész megrajzol valamit és azután a megvalósítható. Mert ma a legkevésbé az építész tudja befolyásolni azt, hogy megvalósul-e az, amit megálmodott, hiszen rajta kívül hatóság, állami szervezet, sorozata burjánzik települ rá, katasztrófa védelem, csak hogy a legdivatosabb közutállatok körbenő szakmákat mondjam, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az az állam és az a rajz, ami született egy asztalon, semmiképpen ne úgy, ne ott és ne akkor valósuljon meg, ahogy a megbízás az építész megálmodta. Ezért a szabályozás egy rendkívül fontos kérdés, amit mi elnökünk megmutatva a legelső találkozások alkalmával felajánlottam, hogy a miniszterelnökség nem hiszem, hogy ártana az építésügynek, én azt remélem, hogy használ az építésügynek, mert a kormányzaton belül lehetőséget teremt. A miniszterelnökségnek van érdekérvényesítő képessége a kormányzaton belül, hogy finoman szóljak, és az építészek ezen keresztül a saját szabályozási elképzeléseiket képesek megjeleníteni, képesek joggá formálni. Itt hagyj jegyezzem meg, hogy a bürokráciának van egy másik nagyon fontos problematikája, ez pedig Magyarország úgy épült föl, és a 1990-es ízlés szerinti rendszer vagy gengszterváltás, az ezt a folyamatot nem változtatta meg. Magyarországon mindenki abból indul ki, hogy az állam mindenféleképpen, hogy aki valamit csinál, az biztos, hogy csal. Tehát ezért ellenőrizni, megfigyelni, szabályozni, korlátozni, kontroll alatt tartani kell mindenkit, aki valamit ebben az országban csinálni akar. Fordított gondolkodásból csak nagyon ritkán jön elő, amikor nem abból indulunk ki, hogy ami elkészül, az rossz, hanem abból indulunk ki, hogy ami elkészül, az jó, és csak a hibákat kontrolláljuk, büntetjük, szankcionáljuk, és próbáljuk tőle megvonni a társadalmat, vagy az országunknak. Magyarország fordítva működik. Minden kontrollat kell tartani, mindent ellenőrizni kell egyesek szerint, mert nem lehet megbízni a választópolgárokban, mert nem lehet megbízni abban, hogy felelősen döntenek. Ez ezer éves kultúra, ezer éves hagyomány, a nyugati világ és a keleti világ közötti különbség. Teszünk lépéseket annak érdekében, hogy ez megváltozott. Nagyon beszédes volt, amikor megkérdeztem az egyik minisztériumot, a belügyminisztériumot, miért probléma az, hogyha az építész tervez valamit, és megkezdődik az építkezés, miért van szükség még az önkormányzati hatóságra, hogy jóvá hagyja az építész terveit, vagy mihez képest hagyja jóvá? Hát egy építész, én abból indulok ki,
a saját reputációja és a saját működőképessége, a saját egzisztenciája miatt jól követi magatartást tanúsít. Betart minden szabályt, amikor tervez. Biztos vagyok benne, hogy a magyar építész társadalomnak a 99%-a így működik. Egész biztos vagyok benne, leteszem rá a nagy esküt, 7600 magánlakással kapcsolatos, 300 négyzetméternél kisebb magánlakással kapcsolatos építési bejelentés érkezett az idén, május 26-áig. Tavaly egész évben 5600. A kollégáim próbálják ezeket mintavételszerűen nézni, nincs velük probléma. Nem abból kell kiindulni, hogy egy építész, amikor tervez, biztos nem tartja be a szabályokat, ezért legalább három állami megbízásból eljáró hatóságnak, önkormányzatnak, építési felügyeletnek és a felett ugye még kinek ellenőriznie kell, hanem abból indul ki, hogy az építész egy önálló egzisztencia, ha nem tartja be a szabályokat és hibázik, a saját egzisztenciáját kockáztatja, ő veszélyeztet a legtöbben. Egy normális konzervatív úgy gondolkodik, hogy az emberekbe meg lehet bízni, van felelősségérzet és van felelősségviselési képesség. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom. Az egész egyszerűsített bejelentési eljárás abból indult ki, hogy az építész be fogja tartani a szabályokat, megállapodik a megbízóval, és nincs szükség még 1, 2, 3, 4, 30 napig, 60 napig, 90 napig vagy 280 napig elhúzódó hatósági eljárásra, amiben természetesen jó magyar hagyományként mindenki belebeszél. Zárójelet nyitok, soha nem tudtam azt megérteni, hogy az általam megvalósított magánberuházáshoz félreértés ne esik, ami nem közberuházás, nem milliárdos volumenű beruházás, hanem családi beruházás, 28 szomszédnak az engedélyezési eljárásban, az engedélyezés megszerzés előtt mi köze van. Ezt soha nem tudtam megérteni, azon kívül, hogy ez is egy ellenőrzési mechanizmus, mert egy irítségre épülő országban, amikor már leellenőrzött mindent az önkormányzat, leellenőrzött mindent az építés, még az irít szomszédoknak adjunk egy esélyt, hogy ők hátha találnak hibát abban, hogyha valaki építkezni akar. Tehát az egész rendszernek a struktúrája, gondolkodás mondja szerintem teljesen más logikára épül, mint amit egy kreatív építész gondol a világról, vagy mint amit egy alkotó ember szeretne ebben az országban élni és tapasztalni. Mi ennek a megváltoztatását szeretnénk elérni. Természetesen vannak viták, vannak egyeztetések és együttműködések közöttünk, és hogy hogyan jó technikailag. De én azt akartam most megmutatni, hogy mi az elv, ami miatt ehhez a kérdéshez hozzányúlunk. Nyilván szeretnénk a gazdasági növekedést pumpálni, nyilván szeretnénk a bürokráciát csökkenteni, a fölösleges bürokráciát kivenni, nyilván nem szeretnénk aránytalan kockázatokat vállalni, és teljesen nyilvánvaló, hogy szeretnénk appellálni az önálló egzisztenciák, az önálló gondolkodású emberek felelősségére, mert nyilván ők kockáztatnak a legtöbbet. Az az állam, ami mindenkit meg akar ózni saját magától, az működésképpen. Olyan állam egyszerűen föntarthatatlan és szabályozhatatlan és kontrollálhatatlan lesz. A harmadik dolog, ami a polgári gondolkodás, konzervatív mentalitás mellett ránk jellemző, magunk ezt gondoljuk saját magunkról, és ez alapján cselekszünk, ez mégis egy nemzeti gondolkodásmód, egy érdek és értékvédelem. Az érdekvédelem az abban rejlik, hogy a szabályozással minden területünk annak érdekében, hogy a magyar építőipar, magyar tervezők, magyar kivitelezők számára a helyet és lehetőséget biztosítsunk egy európai uniós jogszabályi környezetben, ahol a magyar közbeszerzési törvénynek a leglényegesebb attribútumait azt az Európai Unió irányelve határozza meg, és nem a magyar jogszabályrendszer. Mi ugye 2004-ben a szuverenitásnak egy nagyon jelentős szerepéről mondtunk le, nagyon kevesen látták át ebben az országban, hogy ennek milyen következményei lesznek, hogy az ország 2004-ben a csatlakozással lemond a szuverenitásnak egy jó részéről. Most az a feladatunk, hogy a szuverenitásról való lemondást követően 10 év tanulságai alapján megpróbáljuk a saját érdekeinket teljesen legális, demokratikus, az Európai Unió más országai által is használt eszközökkel megvédeni. Ezért erőltettük bele a közbeszerzési törvénybe óriási belső viták árán, hogy egy közbeszerzésnél nem csak az ár számít. Eddig a magyar közbeszerzési jog nem élve az Európai Unió kinyitotta lehetőségekkel és más nemzetek mintájával, azt mondta, hogy a legolcsóbb a legjobb. Mi azt mondjuk, hogy nem a legolcsóbb a legjobb földbe, hanem számos társadalmi, gazdasági, megtérülési, fönntarthatósági szempont kell, hogy érvényesüljön. Én általában azt gondolom a magyarországi középítkezésre. Rengeteg a kapkodás, rengeteg a terv nélküli építkezés. Kevés olyan építkezést tudok, ahol a kiviteli tervek az építkezés megkezdésének a pillanatában teljes terjedelemben rendelkezésre állnak. Rengeteg a rögtönzés, aminek később a fönntarthatóság szempontjából súlyos következményei vannak. Én azt gondolom, hogy egy jó épület megvalósításához magánemberként is
évek kellenek, a tervhez is kell idő, és a megvalósításhoz is kell idő. Mert ez az idő később térül meg, amikor az ember föntart, üzemeltet egy épületet. Persze pont arról beszéltünk alá, hogy urakkal, hogy a mai világ nem arra törekszik, hogy a létrehozott objektumok, épületek 100 év múlva is ugyanazt tudják és föntarthatóak legyenek, hanem ha elhasználódnak, majd letudjuk, építjük másikat, vagy kidobjuk. De a mi gondolkodásmódunkban értéket kell létrehozni közpénzből és magánpénzből is. Amikor nemzeti érdekről beszélek, akkor részben erre gondolok, amikor pedig értékvédelemről beszélek, akkor részben arra, hogy sikerült nem kis csaták árán, már nem kis belső csaták árán elfogadtatni azt, hogy Magyarországon komoly probléma van a városképpel, azzal az épített környezettel, amelyben a hétköznapok zajlanak a nagyvárosi szinten és vidéki szinten is. Ezért nem mindegy, hogy van főépítész, vagy nincs főépítész, ezért nem mindegy, hogy van tervtanács, vagy nincs tervtanács. Elmondtam minden építész kollégának, amikor találkoztunk, hogy 10 év voltam polgármester, jó néhány alkalommal megválasztottak, és hosszú éveken keresztül abban a hitben éltem az életemet, és komoly lépéseket tettem ennek érdekében, hogy semmiképpen ne legyen a városnak főépítésze, mert az engem, mint megválasztott és mérhetetlen tudással fölkelt politikus, korlátoz abban, hogy mit is csinálhatok a saját városommal. Hosszú polgármesterség után, kezdeti műveim megtekintése után jöttem rá, hogy mekkora örültséget követtem el, amikor nem vettem igénybe olyan építészek kezevezetését, fogalmazunk rossz magyarsággal, akik támogató segítséget és bizalmi viszonyt tudtak volna velem kialakítani. Tehát én megfizettem az árát annak, hogy évekig, még egyszer mondom, tudatosan és szakszerűen akadályoztam azt, hogy a városnak karizmatikus és megbízható és jó főépítésze legyen. Most teljesen másképp gondolom a saját tanulságomból. Azt remélem, hogy a választók is kihevelik ezek a döntések a következményeit, de azért nagyon nem lett minden rossz, hiszen elején vártam időként stopptáblát és piros jelzést felmutató lépéseinek hatására. De azt gondolom, hogy Magyarország versenyképességében a döntő tényező az, hogy az emberek szeretnek itt élni, vagy nem szeretnek itt élni. El akarnak menni, vagy maradni akarnak. És az ország szerethetősége és az élhetősége, meggyőződésem és tapasztalatom és hitem szerint elválaszthatatlan attól, hogy milyen épített környezetben élünk. A következő 10 évben az élőhely minősége részben a világ változása miatt, és most sok mindent tudnék sorolni, a klimatikus változásokat, stb. Az élőhely minősége nagy mértékben fog fölértékelődni az országban. A településkép, az élőhely képe, a városképe, az önkormányzat által működtetett város minősége vagy falu minősége nagyban fogja befolyásolni azt a döntést, hogy egy fiatal marad vagy megy. És ezért hozzá kell nyúlni a településképhez, ezt próbáljuk most a parlamentben leszabályozni, és egy értékmentő munkára nyílik lehetőség, ahol súlyos és nehéz problémákkal kell szembenézni. Nagyon szeretném, ha mind a 3200 magyar településsel lezajlana az a vita, hogy azon a településen mi az értékes és mi az értéktelen. Mi az, ami megmentendő, mi az, ami változtatni kell. Hova szabad nyúlni, hova nem szabad nyúlni, és hova kell nyúlni egy településen belül. Nagyon szeretném jogalkotóként abba az irányba terelni az önkormányzatok figyelmét, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. A kiszerű hatalmi játszomák mellett nagyon fontosnak tartom, hogy egy képviselőtestület mandátum alatt arról, hogy a városban és a faluban hogy jó és hol jó élni, hogy mit lehet tenni az építészet eszközével, erről volna egy közgondolkodás, volna egy közkonszenzus egy nagy vita után, és volna egy értelmes párbeszéd erről. Ezért a településképi törvény, majd annak a kormányrendelete, majd a mintakönyv, majd azok a dokumentumok, amelyek építészek közreműködésével jönnek létre, és végül egy településképi helyi rendeletben, ami a HESZ-t is tartalmazza, fog kialakulni, és alakul ki a következő években szisztematikusan. Meggyőződésem szerint szabályozási föltétele lehet annak, hogy a települések élhetőbbek és rendezettek meg legyenek. És igenis, asztalra kell tennünk két problémát, nem anyagi jellegű a gond, mert 100 milliárdok és 100 milliárdok állnak rendelkezésre, épületkorszerűsítésre, akár visszatérítendő, akár más formátumban. Elszállással van itt a probléma, van ebben az országban 800 ezer kádárkocka, 1 millió panellakás, olyan ingatlanok és olyan épületek, amelyeknek lejárt a szavatossága. Lejárt az építési szavatossága, betöltötték a küldetésüket, és az emberi életet érdemben befolyásoló körülményeket biztosítanak. Például, hogy ezeknek mi lesz a sorsa, erről hogyan gondolkodunk, hogyan tudjuk ezeket 10-20 év alatt megváltoztatni, milyen programokat és milyen konszenzusokat tudunk emellett teremteni, ennek a intellektuális munkának meggyőződésem szerint nagyon fontos része is. Láthatják, olyan viták zajlanak Európában,
ahol az életföltételeket érdemben befolyásoló döntések születnek, Magyarország szempontjából, ami szerintem kulcskérdésre a következő években a szuverenitását és a nemzeti értékeit hogyan védi, az élőhely minősége, az élhetőség, az utcakép, a városkép érdemben fogja ennek az országnak a sorsát befolyásolni. Ennek a három dolognak a kialakításához polgári lehetőséget teremteni az építészek számára, csökkenteni a bürokráciát és szabályozással támogatni a minőségi építkezéseket úgy, hogy ez ne terhet, hanem lehetőséget jelentsen, és harmadrészben pedig egy értékvédő és értékmentő munkában számítunk a magyar építésztársadalom Önök által képviselt közösségére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogy tudjátok a figyelmet. Ugye a városban kell lennem, Brüsszelbe, legalábbis a belvárosi nem szép, és itt nagyon nehéz mit előtt állok, ezért kérem most a fölmentésüket, mert szívesen maradnék, és ez sokkal izgalmasabb és jobb vita lenne egy pénteki napra az önökkel való beszélgetés a következő órákban. Hasznos és sikeres tanácskozást kívánok a mai napra. A területi vitafórumokat fogjuk folytatni a következő hetekben, június hónapban, és minden kezdeményezésük előtt a kormány kapja nyitva van, állok az önök rendelkezésére, miniszterelnök úr megbízásával és mandátumával. A kezdeményezéseik előtt most nyitott kapuk vannak, önökön a sor. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.